A Mihazán mozgalom több méltó megemlékezéssel készül a gyalázatos trianoni békediktátum 100. évfordulójára. Sajnos ezek nagy része a járványügyi helyzet miatt nem lesz megtartható. Viszont több mint egy hónapja egy sümegi szimpatizánsunk régi ötletét felkarolva, és a tőle kapott nagylelkű több ezer zászló adományt kiosztva elindítottunk egy 3 lépcsős missziót, a minden házon lakáson magyar zászló lobogjon akciót. A Mihazán mozgalom elnöke az első perctől kezdve a kezdeményezésünk élére állt, ennek is köszönhetően mindig több zászlóalapanyagot, zászlót kaptunk, így most már ott tartunk, hogy szerte Magyarországon több mint 10 000 ingyen zászlót tudtunk kiosztani, egyre több teljes település van fellobogózva, és egyre több magány és középületen lobog a magyar trikolor. Sok jó magyar ember összefogásának köszönhetően május második felében több ezer Trianon keresztel ellátott papírzászlót is ki fogunk osztani szintén szerte Magyarországon. Az egész folyamatot, amely június 4-én egy nagyszabású himnusz énekléssel zárul, pártsemlegesnek, politikától mentesnek tekintjük. Attól, hogy ez az misszió a Mihazánk mozgalom révén sümegről indult, mi minden jó magyar ember csatlakozását várjuk, részvételére számítunk. Két legfontosabb nemzeti jelképünkkel, a magyar zászlóval és himnuszunkkal üzenni szeretnénk. Üzenni szeretnénk minden nemzetellenes erőnek, minden magyar gyűlölőnek, hogy a nemzeti öntudatunk a helyén van, nemzeti összetartozási igényünk pedig minden eddiginél erősebb szerte a Kárpát-medencében. Ebben a járványhelyzetben pedig külön erőt adhat mindannyiunknak, ha nem a széthúzás, nem a gyűlölködés, hanem az együtt tartozás érzése járja át a lelkeket. Harmadik lépcsőben, június 4-én az Őrvidéktől Felvidéken, Erdélyen, Kárpátalján, Délvidéken át, egész Csonka Magyarország egész területéig magyar székely himnusz éneklést tartunk, remélhetőleg több száz településen kezünkben a nemzeti trikolóra. Ezen helyszínekről kapott felvételekből, mini videókból egy szakmai stáb egy komoly videót fog készíteni. Hazafias köszönettel tartozom mindenkinek, aki részt vesz ebben az értékes és fontos megemlékezés sorozatban. Keressenek bennünket, különböző elérhetőségeinken, korlátozott számban még ingyen zászlót is tudunk adni. A június 4-i himnusz éneklésen pedig kérjük Önöket, minél több településen, minél többen vegyenek részt. Részletekkel folyamatosan jelentkezünk a Mi Hazánk Trianon 100 nevű Facebook oldalunkon. Keressék fel az oldalt és kövessenek bennünket. Trianon nem örök. Magyarok mindig voltunk, vagyunk és leszünk.